A Mátaszéki óvodások az alkalomra szánt verssel fogadják a Mikulást. Bár a vírushelyzet miatt a megszokottól eltérően, de idén is ellátogatott a télapó az óvodába. Az intézmény vezetője azt mondja, mindenképp szerettek volna a gyermekeknek élményt szerezni. Annak ellenére, hogy az eddig megszokottak szerint nem tudtuk most így megrendezni a Mikulás ünnepséget, mindenképpen arra törekedtünk, hogy az élmény az megmaradjon, az élményt azt mindenképpen éljék át a gyerekek. Annyiban más, hogy nem építettük meg a Mikulás házát, pontosan azért, mert járványügyi szempontból nem tudtuk volna megfelelően fertőtleníteni, tehát semmiképpen nem szerettük volna, hogy a csoportok keverednek, illetve egyazon helyszínre mennek egymás után. Így úgy döntöttünk, hogy mindenféleképpen jön a Mikulás, és nem jön be az épületbe, hanem ugye valamennyi csoportnak külön álló terasza van, így a Mikulás oda sétál a teraszra, integet a gyerekeknek, kinyitják a teraszajtót résnyire. Az egész héten felkészült versekből, dalokból előadnak a Mikulásnak, megköszönik, hogy eljött hozzánk, és a Mikulás a teli zsákot átadja az ajtón vagy ablakon keresztül a csoport számára, és hát az óvonéni fogja a gyerekeknek kiosztani a csomagot. Annyit éreznek, hogy amikor reggel megérkeznek, szappanos kézmosás történik. De én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, szerintem meg fogjuk tartani akkor is, ha már elmúlik ez a vírushelyzet. Egyébként meg minden olyan rendezvényt, amit lehet, megtartottunk. Előfordul, hogy nem nyilvánosan, nem városi szinten, vagy nem megyünk ki az utcára, de a csoporton belül valamennyi fontos rendezvényünket megtartottuk. Tehát a hangulat, az az érzés, az az átélés, az megtörtént minden esetben. Közel 40 éves hagyomány, hogy Mikulásvárot rendeznek a városban élő gyermekeknek a helyi könyvtárban is. Bár idén a télapó a járványhelyzet miatt nem tudott jelen lenni az ünnepségen, az intézmény dolgozói játékos keretek között mégis megajándékozták a gyerekeket, illetve a megszokottól eltérően most a felnőttek is ajándékban részesültek. Eddig a hagyomány úgy tartotta, hogy minden évben, amikor volt egy zenés műsor, akkor ugye a szülők elhozták a gyerekeket, itt a zsákban benne volt a sok szép ajándék, kiosztottuk egy műsor keretében. Hát idén ezt sajnos nem tudjuk megcsinálni, ezért találtuk ki ezt a játékot, hogy aki küld nekünk egy Mikulás jelet, akkor ő neki szerzünk meglepetést. Na most ebben tényleg az volt a meglepetés, hogy ugye nyilván felnőttek játszottak, és hát ők szorgalmasan küldték, és mi nagyon örültünk, határidő is volt, mert ugye Mikulás kijelentette, hogy mire 7-et alusszuk, addigra be kell fejezni a jelentkezést, mert hát azért idő kell, mire azt a sok mindent összekészíti, stb. Ide is kell érni vele, ugye most szánkon se lehet, mert nincsen hó, szóval voltak itt ilyen hátráltató tényezők, de remekül megoldódott minden, úgyhogy már az összes csomag idejét, úgyhogy minden kedves játékos, aki ott játszott velünk, az jöjjön el és vegye át a kis ajándéket, mert mi nagyon-nagyon örömmel készítettük. Nagyon örülünk neki, mert nagyon szeretünk ide járni. Mindig, minden évben télapókor szoktunk jönni a könyvtárba. Kiraktak a könyvtárosok egy oldalt, hogy van-e képet, hogy van-e kedvünk játszani, és hogy egy télapó fejet kellett like-ba odabigyeztenünk, és ez volt a játék. Sági Lajosné azt mondja, a játéknak, kisebb meglepetéseknek korosztálytól függetlenül örül az ember. Játszani mindenkinek kell. Én azt szoktam mondani, hogy a felnőtt ugyanúgy örül a játéknak, ugyanúgy örül az apró ajándéknak, ha az egy csokoládé, Mikuláskor, bármi, egy szem szaloncukor. És azt is megfigyeltem, hogy ahogy idősödnek az emberek, úgy egyre inkább igényük is van rá, meg egyre inkább örömmel veszik, ha valaki gondol rájuk. Ez a játék most ez ilyen volt, így tudtuk megoldani.